elfogadóbb egyetemisták szimulálták, milyen mozgás vagy látássérültként élni. Tiltott területek korlátozzák a medvehagyma szedését a mecsekben. Nem látogatható az Abba-ligeti barlang, árvíz miatt került víz alá a természeti képződmény. Egészen nagy szombat estig tart, a 40 napos böjt időszaka van. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Több száz speciális képzési igényű hallgató tanul a Pécsi Tudományegyetemen. Az ő mindennapjaikat segíti az intézmény támogató szolgálata. A segítség mellett fontos az egészséges hallgatók érzékenyítése is. Ezért kedden a szolgálat kitelepült az egészségtudományi karra. Itt azt szimulálták, milyen érzés például mozgás vagy látássérültként élni. Ezek a zöld eszközök arra szolgálnak, hogy az öregség különféle fiziológiai jeleit szimulálják, vagyis megmutatják, milyen érzés idősként mozogni. Az egyetemistákat érzékenyítették így, ez a hallgató ki is próbálta a furcsa öltözetet. A kéz, illetve a láb támasztal az izületi merevsége, illetve van ez a hátrész, amivel a derék és hát abnormalitásait, illetve van egy szemüvegünk, amivel a látását módosítjuk, van fülhallgatónk, amivel a hallását, kesztyünk, amivel az érzékelését, illetve van egy ilyen plusz kesztyűre húzható dolgunk, amivel az izületeit nem tudja mozgatni, illetve kéz- és lábsúlyunk. Miután felöltöztették, láthatóan bizonytalanul és lassabban lépkedett a folyosón. Egy tolószékbe is beülhettek a hallgatók kedden, de a szimulációk mellett kipróbálhattak olyan informatikai eszközöket is, melyek ugyancsak a fogyatékkal élőket segítik. Látássérült hallgatónk beszél az IT és smart eszközökről a látássérülteknek, ezek okostelefonok, olyan informatikai technológiák, amelyeket a látássérültek használnak. A Pécsi Tudományegyetem 10 éve működteti a támogató szolgálatot. A hallgatók érzékenyítése az egyik fontos feladat. Emellett a mindennapokban képzett szakemberek segítik a hallgatók életvitelét. Látássérült hallgatóink vannak nagy arányban, illetve mozgáskorlátozott hallgatóink, de van még egy nagyon nagy számú különös tanulásigényű, sajátos nevelésigényű hallgatónk, ezek a diszlexiás, diszgráfiás hallgatók, akiknek ugyancsak vannak szolgáltatásaink. Ilyen speciális képzési igényű hallgatóból több száz tanul Pécsett. Újabb elsőfokú ítélet született a Pécsi buszközlekedést korábban szervező cég vezérigazgatójának perében. A kedden kora délelőtt meghozott nem jogerős ítélet értelmében KL bűnös hűtlenkezelésben. A pécsi törvényszék első fokon 2 év börtönbüntetést szabott ki a vádlottra, 4 évre felfüggesztve. Emellett a volt vezérigazgatónak 3,5 millió forint bűnügyi költséget kell megfizetnie. A vád szerint KL az általa képviselt PKZRT sérelmére szándékosan több milliárdos vagyoni hátrányt akart okozni, amely vagyoni hátrány bekövetkezte a vádlottól független körülmények kialakulása miatt maradt el, így különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés kísérlete miatt állították bíróság elé. Mint ismert, a pécsi buszok eladása miatt tett feljelentést az önkormányzat a PK-t birtokló cég és vezetője ellen korábban. Két férfi verekedett, majd egyikük vascsövet fogott és azzal támadt ellenfelére Cún településen hétfőn délután. Pár perccel később egy harmadik személy is bekapcsolódott, írja a polisz.hu. Végül a verekedésben egyikük könnyebben megsérült, őt a mentőkórházba szállították. A rendőrök pár perccel később a helyszínen 2 38 éves helyi férfit fogtak el és állítottak elő, kihallgatás céljából a siklósi rendőrkapitányságra. Mindhárom férfival szemben garázdaság büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. Tilos a medvehagyma gyűjtése a mecsek oldal 2 kiterjedt területén is idén. A tilalmat a korábbi évek intenzív igénybevétele, a területek letaposása miatt rendelték el. A szakember azt mondja, legalább 2-3 évnek el kell telnie, hogy regenerálódjanak ezek a területek, a jövőben pedig más mecseki részeken is bevezethetnek korlátozásokat.
Nem történt jogszabályváltozás a medvehagyma gyűjtésében. Mégis tilos két nagyobb területen gyűjteni ezt a növényt tavasztól, mondja a szakember. Némileg a jogszabály érvényesítése változott. A Nemzeti Park, Dunadráva Nemzeti Park javaslatára a Nyugat-Mecsek Távvédelmi Körzet egyes részein a nagy mennyiségű gyűjtés az tilos. Ez a két térkép mutatja, melyik területeken tilos gyűjteni. A Mecsekerdő honlapján találhatják meg az érdeklődők. A tiltás nem a medvehagymát védi elsősorban. A medvehagyma elég szapora és nagy területen, nagy mennyiségben elterjedt növény. Ugyanakkor viszont ha a medvehagyma gyűjtése céljából sokan egy adott területen sokan járnak és sokat járnak, akkor olyan taposási károk keletkeznek, amelyek más a medvehagymával együtt előforduló védett növényeket károsítják. A családok idén is gyűjthetnek maguknak medvehagymát egyéni szükségletükre. Ezt az erdőtörvény szabályozza. Állami erdőben naponta csak 2 kg-ot lehet gyűjteni fejenként, ezt nevezik egyéni szükségletnek megfelelő mennyiségnek. Az ennél nagyobb mértékű gyűjtéshez már az erdőgazdálkodó, azaz a Mecsekerdő ZRT engedélye szükséges. A természetvédelmi területen azonban nem az erdőtörvény érvényes. Itt a zöld hatóság engedélyez mindenféle gyűjtést. Ez érvényes a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzetre is, ahol most tiltották meg a gyűjtést. A jövőben ez a tilalom kiterjedhet más területekre is. Ez a medvehagyma állomány állapotától függ majd. Elérte Baranya megyét is az influenza járvány. A legtöbben a gyermekek körében betegedtek meg, írja a Pécsi Újság. A megyén belül egyelőre nagy az egyenlőtlenség. Mohács és Komló környékén kisebb az influenza aktivitás, mint másutt. A legtöbb megbetegedést a 3-tól 5 és a 10-től 14 éves korú gyerekeknél regisztrálták. Árvíz miatt nem látogatható az Abaligeti barlang. Az elmúlt napok csapadékos időjárásától telt fel a képződmény, ezért jelenleg nem vezetnek túrákat. Az árvíz nem okoz gondot, nem rongálja meg a barlangot, mondják a helyszín kezelését végző Dunadráva Nemzeti Park szakemberei. Az elmúlt napok kiadós csapadék utánpótlása miatt áradás van az Abaligeti barlangban, de azt el kell mondani, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen a barlangnak van egy úgynevezett vízgyűjtő területe, ahol a repedéseken keresztül beszivárog a lehullott csapadékvíz a barlangba, ez a barlangi patakot táplálja, és értelemszerűen, hogyha több a víz utánpótlás, mint amennyit a patak el tud szállítani, akkor visszaduzzad és megárad a barlangi patak. Hát ez a helyzet állt elő tegnap, és a mai nap folyamán is még árvíz van a barlangban. Egy néhány napnak el kell telnie ahhoz, hogy levonuljon ez a víz, utána a kollégák kitakarítják a járatokat, a pallókat, a lépcsőket, és utána ismét látogathatóvá válik a barlang. Csökkenti bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A mérsékléssel a benzin átlagára 298-299 forintra, a gázolajé pedig 296-297 forintra csökken. Legutóbb pénteken változtak az árak, akkor a 95-ös benzin átlagára bruttó 6 forinttal csökkent, a gázolajé nem változott. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Tavaly december 1-én 821 ezer szarvasmarhát regisztráltak, 18 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. A sertésállomány némileg csökkent, a juhállomány viszont kissé nőtt, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. A marha állományból 368 ezer tehenet számláltak, 9 ezerrel többet az egy évvel korábbinál. A 3,1 millió sertés 11 ezerrel volt kevesebb a 2014 decemberinél, az anyakocák száma 3 ezerrel csökkent 197 ezerre. Tavaly decemberben 1,2 millió juh, ebből 849 ezer anyajuh volt az országban. A tyúkállomány 1,9 millióval 32,4 millióra nőtt. Február 10-én hamvazó szerdán megkezdődött a nagybőjti időszak, amely egészen nagy szombat estig tart. A farsangi mulatságok után csendesebb, lelkiekben elmélyültebb várakozási időszak kezdődött. Második Orbán pápa hivatalosan tette, hogy a bőjti időszak hamvazó szerdától, ugye húsvéti időszakáig tart.
A 40 napos böjtöt pedig a régi falusi kultúrában szinte mindenki tartotta, folytatta Búrján István. Ilyenkor az emberek sem bált, sem lakodalmat nem tartottak. Ugye a böjt arról szól, hogy az ember várakozás, egy kicsit magába fordul, maga felé fordulnak az emberek, és bizonyos olyan élvezetekről lemondanak, amelyek a mindennappal jártak, járnak. Ugye a férfiak ilyenkor nagyon sokszor azt mondták, hogy nem borotválkoztak, nem dohányoztak, nem ittak. Sőt, nagyon érdekes, nemhogy érdekes. Talán azt is betartották, hogy a házas élettől ez időben tartózkodtak. Erre vezethető vissza, hogy közel 100 évvel ezelőtt, mind szeptemberben, mind októberben kevesebb csecsemő született. Burján István elmondta, farsangkor nem csak a testnek, a léleknek is szüksége van a megnyugvásra. Baranyában van egy nagyon érdekes és különleges néphagyomány. Ugye most vasárnap volt Óbányán a tüzeskerék gurítás. Ez mindig nagy böjt kezdetét követő első vasárnap. Ilyenkor az óbányaiak, ugye, egy magas dombról, mivel azt tudjuk, hogy egy völgyfajú óbánya, egy magas dombról egy tüzes kereket gurítanak le, és ez a tüzes kerék csodálatos látvány, és ahogy leér a faluba, ugye azt figyelik a falusiak, hogy a falunak melyik oldalára dől, azaz melyik oldalára fog majd elkanyarodni a kerék, amikor leér. Amelyik felére dől vagy kanyarodik, akkor abban az évben a falunak az a fele lesz a termékenyebb, azaz az a felén, a falunak azon a felén lesz a legtöbb gyümölcs. A nagyböjt hamvazó szerdától nagy szombat estig tart. Nyakláncokat, medálokat, gyűrűket és fülbevalókat, valamint bőrkarkötőket és pénztárcákat vizsgáltak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei. Az ellenőrzés célja a bőrrel érintkező fémtárgyak nikkel kibocsátásának vizsgálata, valamint a bőripari árucikkek króm és azószínezék tartalmának kimutatása volt. A biztonsági vizsgálatok keretében 39 termék mintavételére került sor, amelyből háromféle termék bizonyult veszélyesnek. A veszélyes termékek forgalomból történő kivonása és visszahívása tekintetében a kormányhivatalok intézkednek, írt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a hatóság. Az országos statisztikákban erősen lemaradó dél-dunántúli régióban ismét példaértékű kezdeményezés született, ezúttal a felsőoktatásban, írja közleményében az egyetem. A Pécsi Tudományegyetem romológia és nevelés szociológia tanszékének Vliszloki Henrik szakkollégiuma európai uniós és állami forrásokból olyan szakkönyvsorozatot adott ki, amely nem csupán a romológia, mint tudományág, hanem a kisebbségek oktatása, a nevelés szociológia és a pedagógia megközelítéséből is egyedülálló és hiánypótló. Ha csak a tudományágaknak, tehát a romológiának és a nevelés szociológiának a szempontjából nézzük, akkor mindenképpen, hiszen végre egy helyen jelennek meg azok az alaptanulmányok, alaptudások, amelyekre szükségük van mondjuk a pedagógus jelölteknek. A projekt szempontjából pedig mindenképpen, hiszen a projekt során kvázi mint egy akciókutatást vizsgáltuk, hogy a hallgatók szempontjából, illetve a megvalósítók szempontjából mennyire hasznos egy ilyen program, és mi az, amit lehetne jobban csinálni. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy országos szinten is hiánypótló. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. A Tolna megyei települések több mint 60%-át hátrányosan érinti a területfejlesztési operatív program pályázati szempontrendszere, mondta Szabó Lóránc sajtótájékoztatón. Dombóvár polgármestere azt nehezményezi, hogy a Duna és a Sió mentén található települések pusztán fekvésük miatt pluszpontokat kaphatnak a megyei pályázatokon. Szabó Lóránc szerint megalapozatlan az a bírálati szempont, amely szerint a Duna és a Sió mentén fekvő települések a megyei pályázatokon előnyt élveznek. Szabó a megyei közgyűlés ülésén indítványozta az ezt tartalmazó területspecifikus melléklet módosítását, amit a többség leszavazott. Így maradt a korábbi szabályozás, ami azt jelenti, hogy a Duna és a Sió melletti falvak plusz 5 pontra jogosultak pusztán területi elhelyezkedésük miatt. Szabó Lóránc szerint ezt ki kellene emelni a szempontok közül.
Az Európai Uniónak az alapelve mindig is a felzárkóztatás, a gyengébbeknek a segítése volt, ez településekre is igaz, és ilyen jellegű megkülönböztetést pont abban a zónában, a Duna mentén, ahol a fejlettebb települések vannak, szerintem semmi, de semmi nem indokolja. Dombóvár polgármestere úgy látja, ez a bírálati szempont a megyei települések több mint 60%-át hátrányosan érinti, a 109 településből 68-at. Az NGM-mel is egyeztettünk ebben a tekintetben, ők is osztják az álláspontunkat. A Nemzetgazdasági Minisztériumon kívül több fideszes országgyűlési képviselőről is beszélt Szabó Lóránd, akik elmondása szerint szintén egyetértenek az általa felvetett problémával. A megyei közgyűlés többsége nem lát problémát. Naszvadi Balázs, a megyei önkormányzat területfejlesztési osztályvezetője Szabó Lóránd indítványa kapcsán elmondta, a többletpont azokat a településeket illeti, amelyeknek közigazgatási határa bel- és külterülettel együtt a Duna vagy a Sió partjától mindkét irányban légvonalban 20 kilométeres sávon belül helyezkedik el, vagy érinti azt. Így Tolna megye 108 települése közül 97-et többletpont illet meg, ugyanis a szempontok közül Dunamenti, Siómenti, illetve egy harmadik, az Aprófalvas település valamelyikének megfelel. Elhangzott, a megye 6 kiemelt projektje közül a közgyűlés még tavaly szeptemberben a legfontosabbként nevesítette a Sió projektet, melyet akkor Szabó Lóránd is megszavazott. A csatorna mentén nem csak víziturizmust akarnak fejleszteni, hanem a projekt kiterjed a mezőgazdasági, infrastruktúrális és munkaerőpiaci helyzet javítására is. Ugyanakkor Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke elmondta, nem zárkoznak el a változtatás lehetőségétől, ha kiderül, hogy valamelyik fél nem jól értelmezi a folyóvizek menti sáv távolságát. Hatalmas robbanás rázta meg Tarancs szombaton este. Egy másfél éve működő SZESZ főzdében történt robbanás. Feltételezések szerint gázszivárgás okozhatta a detonációt, amelyben a tulajdonos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Akkora volt a robbanás, hogy a szomszédos lakóházak ablakai is betörtek. Az eset keletkezésének okát hatósági eljárás keretében vizsgálja a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Néma csönd, sehol semmi, még autó, semmi, ez egy óriási nagy dörrenés, de pillanatokig tartott, vagy a pillanatok töredékéig tartott ez a dörrenés, és innen felől hallottam. Nem is gondoltam arra, hogy ott történt valami, innen jött a hang. A SZESZ főzdében a baleset bekövetkeztekor csak a 67 éves tulajdonos tartózkodott. Ő másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, információnk szerint Pécsen kezelik. Töreki István, Tarany polgármestere az első között érkezett a helyszínre. Mint mondja, az egész faluban hallani lehetett a detonációt. Hallottunk egy nagy robbanást. Jól lehetett hallani és érezni a lakásomba is, hiszen megremegtek az ajtók és az ablakok. Aztán kimentem az udvarra, és ugye a hang irányában néztem, az pedig erre volt. És füstöt láttam felszállni sötétben, és lehetett látni, hogy száll föl erős füst. Azt még nem lehet tudni, hogy helyreállítható-e az épület, ugyanis a robbanás következtében statikailag is rongálódott. Robbanás történt Taranyban, a Szent István utcában szombaton este. Az épületben tűz ütött ki, a SZESZ főzde tulajdonosa pedig megsérült. A detonációtól az épület oly mértékben rongálódott statikailag, hogy a kiérkező nagyetádi hivatásos tűzoltók csak kívülről tudták oltani a lángokat. Az eset keletkezési körülményeit a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja. A 67 éves tulajdonos vélhetőleg csak a szerencsének köszönheti életét, ugyanis a detonációkor az épület hátsó részében tartózkodott, ahol nem robbant be a tetőszerkezet. Amennyiben a szülők kétharmada megszavazza, szeptember 1-től a katolikus egyház fenntartásába kerülhet a tolnai gimnázium. Az iskola vezetése azt mondja, ez egy lehetőség arra, hogy a pedagógiai munka magasabb színvonalú legyen, hiszen a mostaninál kisebb létszámú osztályokat is tudnak indítani, és ha szükséges, munkahelyeket is tudnak majd létrehozni. Biztonságosabb lesz az iskola működtetése sok tekintetben, amennyiben a Pécsi Katolikus Egyház megye lesz a fenntartó, mondta Novotné Bán Erzsébet, a gimnázium igazgatója. Visszakapja az iskola a gazdálkodási szabadságát, tehát önálló gazdálkodó intézmény lesz, illetve lehetőség lesz arra is, hogy bizonyos taneszközökre tanulmányi kirándulásra, iskolai programokra
pályázzunk, vagy arra támogatást kapjunk. Az igazgatónő elmondta, a pécsi egyházmegye kereste meg az iskolát a fenntartás és a működtetés átvételének tervével. Sümegi József, a pécsi egyházmegye képviselője, diakónus, korábbi bátaszéki gimnázium igazgató emlékeztetett arra, hogy az állam elsősorban a szakmunkás képzést részesíti előnyben, a gimnáziumi képzésből igyekszik kivonulni. Ezen körülmény és az egyre csökkenő gyerekszám miatt fontos, hogy az egyházi fenntartás esetén az osztályok indításának lehetősége kisebb létszám esetén is megvalósítható legyen. Mi mindenkit vallására, világnézetére való tekintet nélkül mindenkit szívesen látunk, és mindenkit szívesen fogadunk ebben az iskolában, aki természetesen szeretne maradni. Ez nem jelenti azt, és hogy itt esetleg kötelező szentmisére járás lenne, vagy egyenruha. A változás a tantervben csak annyi lesz, hogy a tanmenetbe építve hit és erkölcstant és egyháztörténetet is kell majd tanulni a gyerekeknek. Az egyházi iskolák tanmenete egyébként megegyezik az állami gimnáziumokéval. A végérvényes döntés május végére várható, amennyiben a szülők és a pedagógusok a döntő többségében a változás mellett voksor. Akkor szeptember 1-től új formájában működhet már az iskola. Lassan egy éve küzdenek a vasárnapi nyitvatartásért a balatoni települések. A nyári főszezonban komoly gondot okozott, hogy csak elenyésző számú üzlet tudott kinyitni, ez ugyanis komoly piaci hátrányt okozott a településeknek, mondják a polgármesterek. Most azonban felcsillant a remény, hogy 5 helyet 8 vasárnap kinyithatnak a balatonparti boltok. Megvizsgálják azt az igényt, hogy ne a kormány döntse el, melyik meghatározott vasárnapokon lehessenek nyitva az üzletek, hanem például a turisztikai igényekhez igazodva helyben határozzanak. Erről válaszlevelében tájékoztatta a turizmusért felelős helyettes államtitkár a Balatoni Szövetséget. A tóparti önkormányzatokat tömörítő szervezet a tavalyi nyári szezont követően fordult az illetékesekhez, változtatást szorgalmazva. A főszezonban ugyanis sok helyütt gondot okozott a vasárnapi zárvatartás. Nyilván sorbanállás volt, és ugye a hétfők erősödtek meg. A tapasztalat azt mutatta, hogy a szombatok azok nagyon erősek voltak, és a hétfői napok voltak nagyon erősek. Ilyenkor azért előfordultak türelmetlen megnyilvánulások az üzleteknél. Zamárdiban 15-20 boltot érintett nyáron a vasárnapi zárvatartás. Piaci versenyhátrányt jelent a Balatonnak, mint turisztikai destinációnak ez a vasárnapi zárvatartás. Nem elsődlegesen az itt élők számára fontos és lényeges, hanem az ide érkezők számára, tehát a vendég kör számára lenne fontos. Mint ahogy korábban is beszámoltunk, a balatoni települések az elmúlt egy év alatt folyamatosan kérték a jogszabályváltoztatást. Főszezonban megoldaná azt a problémát, amit az idei nyáron nem tudtak megoldani, vagyis az lenne az én kérésem is, és támogatom azt a megoldást, hogy a Hegymódvarra a nyári szezonban legyenek nyitva az üzletek szombaton és vasárnap is. A Balatoni Szövetség elképzelése szerint a régió üzletei a jogszabályban engedett 5 helyet 8 szabadon választott vasárnap tarthatnának nyitva, és azt szeretnék elérni, hogy a 200 négyzetméternél kisebb boltok alkalmazottai is dolgozhassanak ilyenkor, ne csak a tulajdonos családtagjai. Ezek voltak a régió hírei. A holnapi időjárás előtt a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Elfogadóbb egyetemisták szimulálták, milyen mozgás vagy látássérültként élni. Tiltott területek korlátozzák a medvehagyma szedését a mecsekben. Nem látogatható az Abaligeti barlang, árvíz miatt került víz alá a természeti képződmény. Egészen nagy szombat estig tart, a 40 napos böjt időszaka van. Szerdán is erősen felhős, borongós időre van kilátás az ország nagy részén, de napközben délen, délkeleten felszakadozhat a felhőzet, átmenetileg a nap is kisüthet. A nyugati tájakon 4-7 Celsius fok várható, viszont keleten, délkeleten és délen 15-17 fok is lehet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!